Na sziasztok, köszöntelek titeket az év utolsó videójában. A már tavalyról megszokhatott szilveszteri különkiadásban, amiben egy kicsit visszatekintünk az idei év videós történéseire, videóira, és pár szót majd fogok mondani a jövő év terveiről. Úgyhogy akkor kezdjünk is bele. Tartsatok velem! Na, meg is találtam itt a Bújé 2023-as videóm, illetve még egy Bújé 2023-as, amin a szegény Mambó van. Hát ennek az évnek talán az egyik legszomorúbb eseménye volt az, hogy szegény Mambó elpusztult. Úgyhogy akkor most az ő emlékére megnézzük ezt a kis videócskát. Szerencsem alatt. Majd szerintem ide be fogom tenni az összes videót, amiben a Mambó szerepel, mert nem csináltam neki külön videót, de ennyit megérdemel szegény kis malac, mármint az emléke. De folytassuk tovább. Az első idei nagyobb videóm, az ugye ez a terepasztal építés 10. száma volt, vagy 10. része volt. Na nézzünk, ebbe találunk-e valami érdekességet. Ezeket a rokó cuccokat. Kezdjük is rögtön a legnagyobbal. Na hát igen, hozzá. Itt mutatom be, hogy milyen cuccokat vettem a terepasztalhoz. Ez egy 10-8-14-es cikk számú rokódoboz. Ez szerintem nagyon hasznos videó azoknak, akik szintén ilyen rokó cuccokat vásároltak, vagy vásárolni terveznek. Mert tényleg soha előtte nem voltak ilyen rokóváltóim, meg ez a wifi router, amit ugye rá kell kötni. Úgyhogy tök jó. Talán találok benne olyan részt is, amin van vonatozás, akkor azt még ide fölveszem. Na, itt van. Ezek a haldoskati kocsik belső világítással rendelkeznek. Na, igen, a jó kis vonatok. A rakolózás se volt olyan nehéz, mint gondoltam. Tehát szépen sikerült kargó néven fölvenni. Adok neki. Na, és akkor most tovább is léphetünk. Sima X8 drónnak a videójára. Meg itt volt egy kis vlogolásos rész, erre emlékszek erre a videóra. Itt akartam Terror a konyhában részt csinálni, de ugye nem sikerült, mert akkor történt az, hogy az ujjam az megsérült, és ez miatt nem tudtam. Akkor itt maradtam drónos vonalon, ugye kipróbáltunk két drónt, és utána volt egy akkus porszívó javítás. Na, annak a videónak meg az volt az apropója, hogy még előző évből maradt meg videóanyagom, meg félbe maradt az akkus porszívónak a projekció, úgyhogy ezt be kellett fejezni mindenképpen, hogy menjen ki belőle a videó, meg legyen kész a porszívó is, mert azt szeretném majd még használni, meg használtam is. És akkor itt már DeLoreannek az 5. száma, tehát itt már javába ment a DeLorean építés. Egy kárgós, gyors videón ezt bevágom. Ennyi, és akkor a Terror a konyhában. Na, itt vagyunk már a második részénél. Az egyik legjobb recept az amasziciana spagetti, amit azóta is többször elkészítettem. És akkor volt még drónakupak javítás, igen, ennek a H8-as drónnak volt sok gond az akujával, például az, hogy nagyon gyorsan lemerült, nem sikerült orvosolni, el is lett adva, mindegy. Akkor a DT50, ugye a Yamaha kellett rajta. Na, ez a videó is kb. 2 év alatt készült el. Ó, vasúti átjáró, az ilyen kis gyors videó volt. Hóember, akkor még volt hó januárban. Most nem hiszem, hogy lesz, aztán majd kiderül. Na, Ludmilla, akkor ezt is megnézzük.
Jó, akkor ezt a zene, ez nagyon tetszett. Ja igen, itt már működtek az összeillesztések. Ludmilla szépen tud menni rajta. Elő kéne szedni a terepasztalt újra. Itt van egy terepasztal építés 11, azt hiszem, hogy ez az utolsó videó, ami elkészült a terepasztalról. Akkor... igen, ez megint egy ilyen gyors útjárós videó. Akkor valahogy ráálltam erre, hogy mindig, ha vonatot láttam, vettem föl. Terror konyhában 3, az a strapacska, igen, azt azóta is még egyszer akarok csinálni, csak valahogy mindig nem jön össze. Akkor még egy malacos videó, megnézzük, mert szerintem ebbe is benne lesz a mambó. Igen, ott a mambó. Legyen egy kis malacom, de hiányzik. Nem akarom annyira nagyon hosszúra csinálni a videót, gyors lendégő javítás. Igen, ez egy ilyen gyors kis, egy percbe beleférő videó volt. DeLorean 6, azt mondja, bolhapiacos szerzeményes videó. Na igen, ez volt az első bolhapiacos videóm, ha jól emlékszem. Na, itt a lényeg, hú, már privátos szatyor, most már akkor tudom mondanom, hogy a privátos szatyrom. A Nike cipő bírta elég sokáig, csak aztán elszakadt, de még használom attól függetlenül, csak már nem annyira aktívan. Ó, itt a gyereknek a menő napszemcsie. Na, és akkor drónos vonalon haladva, ugye megvettem a Potenzik D80-as drónt, arról is lett videó, elmentünk a busójárásra, az két ilyen kis videó készült Ludmilla Kaposváron, ugye említett vonatos vonalon felbuzdulva csináltam a vonatos videókat, Terror a konyhában 4 rakott krumpli, amire utána meg is kaptam, mármint a páromtól, hogy nem lett olyan, mint az övé szokott lenni. Nem, vagy azért nekem íz lett a videóban, meglátjátok, ha érdekel. Terror a konyhában 5 almás pitán, na az viszont nagyon jó lett. Arra nagyon büszke voltam. Meg is nézzük. Na, itt másul az almás pite. Jaj, de szép. Na, igen, így kell kinézni az almás pitének. Persze kifolyás nélkül. Mivel még ugye nem hűlt ki teljesen, a puding egy kicsit lefolyt, majd reggelre, hogyha teljesen kiül, akkor majd már egyben marad. De el tudjátok képzelni, hogy milyen, hogy néz ki, úgyhogy ha nem folyik ki belőle a puding. Azóta elkészítettem a pitének a csokis pudingos meggyes változatát, az is nagyon finom lett, csak arról már nem csináltam még egy videót. És akkor itt eljutunk a LEGO kiállításra, amiről szintén nem csináltam nagy videót, csak ezt a 3 kis rövid videót töltöttem föl. Aztán a drónos témánál haladva megpróbáltam a motorozást összehozni a drónozással. Kisebb-nagyobb sikerrel, lesz majd még egy videó róla. Itt megérkezett a DeLorean-es bögre, amire nagyon vártam, meg rákövetkezően a DeLorean alkatrészek, amiket szintén nagyon vártam. Na és akkor itt a bolhapiacnak a 2-es videója, 18 pluszos gameplay, ha tudom így fejből, hogy mi az. Mindjárt megkeressük azt a részt, a bárányosat. Hopp, 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 itt van, itt van, itt van. Ez azóta is haláli ez a játék. A Sven, Boom Gollen. Na, ez az.
jelentkezek egy fél óra múlva, hogy minden. Na hát most késztetést kaptam rá, hogy elővegyem azt a laptopot és játszok megint a Svennel. De most már nem a késő van, majd talán holnap vagy a jövő héten. És akkor következő videója az RC Buggy, amit egy-két év kihagyás után megjavítottam. Lesz róla kis videó. Utána még egy, mert megint kellett javítani. Aztán, ahogy kezdett kicsatavaszodni, folytatva a motodrónozós sorozatot, elmentem Cserepes pusztára, ott találtam a paintball pályát, vagy airsoft pályát, azt hiszem airsoft pálya volt. A számológépekről még egy videó, azok ugye nagyon tetszettek nekem, azok a számológépek. És itt a csapatos Yamahát lemostam, mert az is közben ugye foglalkozásra került. Itt pedig már az új külső dizájnnal mutatkozott be, vagy mutattam be. Na, jó emberek, üdv a rövid videóban. Elszpoilereltem, a piros Yamahát és fehér lett. Elkészült a didomoknak a festése, illetve az új műanyag didomoknak a kvázi házi legyártása. Szerintem jól mutatnak a motoron, megérte vele foglalkozni. Ilyen lesz a majdnem végleges csapatos kinézete. Úgyhogy rövidesen majd láttok arról is videót, hogy hogyan készült. Most csak egy ilyen kis gyors csapatásos, beugrásos videót csináltam nektek. Na csá! Na, akkor ugye mellette a ROM templom, ezt a videót pont akkor vettem fel, amikor ugye azt a kis Yamahást is. És akkor itt van a Lego Chevrolet Camaro, ami azt hiszem, hogy a második olyan Legos videóm, ugye a DeLorean-es volt az első, amivel így a Legos szálat is elkezdtem húzni. Aztán következett egy bolha piacos videó, amiben Nokia telefonokat vettem. Itt pedig már az upgrade ahhoz a videóhoz, hogy sikerült végül is megcsinálni a 3410-est, aminek nagyon örültem. Terror a konyhában 6 pizza. Hú, az nagyon jó volt az a pizza, húsvéti sonkából is volt benne, nagyon finom lett. Azóta se ettem olyan jó pizzát, vagyis azóta se csináltam olyan jó pizzát, tehát ergo nem is tudtam enni, mert nem csináltam, de majd valamikor fogok. Na, itt még egy tengeri malacos videó. Ez. Ott a mambó. Drága kis malackám. Szegény a végén már nem volt 810 gramm. Tengeri malac. Nem tudom, hogy ez mennyire számít kövérnek, de mindjárt megérjük a másikat is. Igen, 1016 gramm. 1016 gramm, úgyhogy több mint egy kiló. Akkor ebből a videóban megállapíthatjuk, hogy a verse kövérebb malac, de a mambó is elég kövér. Na, sziasztok! És ugye akkor ez volt az elő videója úgymond a digitális mérlegjavításnak és kitakarításnak. Azt mondjuk pont a munkahelyenak az egyik, mondjuk ugye kukából vettem ki, de azóta is köszönöm, jól van, működik, használtam párszor. Ki a szabadba, csapatás, hát ott elmentem egyet megint csak motorozni akkor a fehér Yamahával. Eljutunk Fúria 2-es videóhoz, ugye az 1-es az még előtte évben tavaly ment ki, amikor megvettem, itt már azért kezd alakulni. A Yamahának azt hiszem, hogy ez a, mármint a piros-fehér Yamahának az utolsó videója, vagy az utolsó előtti, mert ugye itt készül el, akkor itt kaptam meg az egérpadot. Amit azóta se használok. Mondjuk minden tetszik, amit DeLorean-es, úgyhogy valamire jó lesz alapon. De egérpadként nem használom, mert nem használok egeret. Táblagéphez meg telefonhoz minek. Hú, itt megint egy bolha piacos, méghozzá a Bart Simpsonos. Ezt a Bart Simpson plüst, ezt azóta is nagyon szeretem én is, meg a gyerek is. Általában felváltva szoktunk vele aludni,
vagy mi alszunk a Bart Simpsonnal, vagy a gyerek alszik vele. De jó, hogy a vásárban hozzám elkelt. Meg amúgy egyébként is mindent szeretek, ami így Simpson családos, Homer Simpson, Bart Simpson, többi szereplővel kapcsolatos, legyen az plüss figura, póló, akármi. Úgyhogy ezek a cuccok jöhetnek nálam. Na és akkor újra egy Dolorines videó. Az is egy-két éven belül majd be lesz fejezve a Dolorin. Talán januárban már jön ki belőle az új rész, és hát bízom benne, mert a csomag már megjött. Na, de ne menjünk ennyire előre. Itt az AM6-os blokk szakszerű széthúzása. Nem mutatom meg, de amúgy jó videó volt. Itt a Tadziki. Az is finomra sikeredett. Aztán itt a kicsit szerelősebb Sony Ericssonok. Na, végül is a kettőből vagy a háromból sikerült csinálni egy jót. Akkor itt éppen elmentünk egyet kirándulni Siófokra, ahová jó pár évvel előtte voltam utoljára. Nem nagyon van nekünk közelbe, kiesik. Ott erről vettem fel három ilyen kis rövid videót is. Milyen jó amúgy, hogy a TV így egybe rakja a rövid videókat, meg a hosszú videókat. Na, itt ezt nézzük meg, mert itt nagyon kiakadtam a szemét miatt. Na, sziasztok, eljöttem egy csapatni a Yamahával, itt láthatjátok mögöttem, és megint nem is ottam meg. Kurva országban, amiben élünk, a magyar mentalitás, hogy ide kell kibaszni a sok szemetet az erdőbe. Mert egy ilyen félreeső, elhagyott erdei úton vagyunk, és akkor tele kell hordani szeméttel. Állítom nektek, nincs 10 km vagy 20 km a hulladékudvar, és akkor ilyen helyet kell csinálni itt ebben a kurva országban. Na, most egy kibondultam, csak ezt akartam nektek megmutatni. És még több százezret vagy milliót mutathatnék ilyet. Na hát igen, engem ezek a témák eddig ki tudnak akasztani. Akkor elérkeztünk az Aprilia RS50-nek az első videójához, amit két részletbe sikerült föltöltenem, valami miatt a YouTube nem engedte az egészet föltölteni egybe, vagy lehet, hogy a telefon nem engedte már, nem tudom, de lényeg, hogy nem sikerült. És akkor ebből volt egy kettes Aprilia, ugye ha emlékeztek a videóra, az volt a terv, hogy két Apriliát rakok össze, azóta még egyet se sikerült, de majd talán jövőre már újra menni fog, újra motorozható lesz. Akkor itt meg a Petörke napra mentünk el, motocross bemutatóra, az is egy jó buli volt. Megint egy DeLorean. Akkor itt meg a játszótér miatt borultam ki, hogy miért kell tönkrebaszni a szegény szerencsétlen játszóteret. Ez a szerszámtartó azóta is jól van, bár egy-két műanyag pöszök letört, viszont ahhoz képest, hogy pár ezer forint volt a Lidliben, ahhoz képest egész jó. Itt pedig a borsodisból a piacos lámpám, amiről majd mindjárt itt lesz a videó. Itt van, igen, ott szépen világít. Köszönöm, jól van, még mindig megvan. Még mindig in funkcione. Itt láthatjátok mögöttem, hogy szépen világít. Egy párját kéne neki szerezni, és akkor lenne a másik oldalra is, mit föltegyek lámpát. De azóta se találtam a bolapiacon, mindegy, ami késik, nem múlik. Aztán újabb terror a konyhában rész, a húsgombótos spagettis rész, amit ugye elkészítettem itthon a gyerekkel, és a Berni ugyanúgy megszólta, hogy az övé másmilyen, mert az enyém másmilyen, blablabla, bla, 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 nem ugyanolyan, mindegy, jó lett nekem, ízlett, gyereknek is ízlett, ő is evett belőle, menjünk tovább. Így vertek át a Marketplace-en. Azóta se történt semmi fejlemény. A rendőrségtől kaptam egy levelet, hogy a másik ügyészségnek átadták az ügyet, és azóta semmi, pedig hát lassan már egy éve lesz. Na jó, nagyon lassan, mert csak fél éve. Akkor itt a jó kis tonhalas tészta saláta. Az is köszöni, finom volt. A CMI behajtó.
amit kicsit rendbe kellett tenni. Azt is azóta ugyanúgy használom, ugyanúgy faszán működik. Szerszámkészlet, láthattok majd még róla videót, mert jó, ez a szerszámkészlet, használom 1000-re. Akkor itt meg pont el voltunk nyaralni, és ugye Lokit meg tudtuk szerezni, megvenni, amiről azóta is tartozok nektek egy hosszabb Lokis videóval, aminek az anyaga már sok minden föl van véve, de még azért vannak hiányosságai, úgyhogy majd jövőre igyekszek bepótolni kisebb videók a Lokiról, mert hát ugye akkor ő volt a fő attrakció, fő látmányosság. Akkor csendes pihenőnél is játszik, meg jó megugatja a tévét. Megközben ott kihagytam az én új dodorinás pólómat. Ennyi. Loki! Úgy látszik, ezt a jó szokását még mindig megtartja. Itt még van egy ilyen dolorines póló, amit akkor kaptam. Ez meg a nyaralóról egy kis rövid videó, ahol ugye voltunk nyaralni. Ez a Javítsuk meg sorozatnak az első része. Loki, elég legyen már! Amiből azóta se készült még következő rész, mert nem sikerült hozzájutnom semmilyen olyan cucchoz, ami rossz volt, és meg kellett volna javítani, de amint szerzek ilyet, vagy kapok ilyet javításra, lesz róla videó, Javítsuk meg sorozatnak, majd akkor ez lesz a második része. Na de, lap. Na, ugye a DeLoreanes pólót követte a DeLoreanes videó, kb. Amikor hazajöttünk a nyaralásból, akkor tudtam megcsinálni. Itt megint a Loktájt, meg akkor tájt mentünk a Katiszatanyára, de ugye mivel abból már tavaly volt egy videó, ezért hosszú videót nem csináltam, csak ezt a kis malackát tettem föl. Amúgy Huba a neve, mert azóta megint voltunk, és megnéztem, és most meg is maradt bennem. Akkor itt vettem a Panini Grillt, amit azóta is használok. Most is éppen azzal készítettem a vacsorámat, kis finom meleg szendvicset. Akkor még egy ilyen rövid vonatos, meg egy Lokis, meg még egy vonatos. És akkor itt eljutunk egy következő nagyobb videóhoz, a babettáshoz. Hát nem olyan nagy, mert csak egy karbicsere volt rajta. Itt ugye úgy tűnt, hogy el lesz adva a babetta, de nem lett. Aztán az Aprilia RS50 csak így maradhat. Itt világosodott meg számomra, hogy nem fog tudni két Apriliát összerakni abból az alkatrészekből, amik vannak, hanem marad az egy, a másik meg majd lesz hozzá pótalkatrésznek. Itt pedig már a latus nélkül, de később majd a latussal is el fogok oda menni, vagyis hát elmentem oda, a bálákat megmászni, ahol megláthattátok először a Riút, a Riúról pedig majd lesz, pont itt lesz az első érdemleges hosszabb videó, amiben elkezdjük szépen szerelni. És akkor itt már a sok szerelés közepette sikerül föl is döntenem a szegény Riút. Na, hát akkor megint plusz 18-os lesz a videó. Na, srácok, megmutatom nektek a balfasságom gyümölcsét. Fekvő motoros. Tök jó. Egyik unut, másikat elgurította. Pont. Ha már elbasztott. Fekvő Minarelli. Tudjadok rajta ti is nevetni egyet. Na, csumi. És akkor, hogyha már meg lett döntögetve a motor, akkor már itt a kapcsolatotiltásról van egy rövid kis videó. Ez megint csak azoknak jó, akik nem értenek hozzá, mint ahogy én se értettem hozzá, hogy hogy működik addig, amíg nem lett ilyen gyújtásom ilyen motorba. Na, itt pedig a Dino Parkba mentünk el egy jót kirándulni a családdal, meg megnéztük azt a váromot, a Fehérkővárát. Ugye itt még találtunk egy kemencét is, amit érdemesnek találtam a levideózásra.
itt pedig ugye az említett videó. Ezt is megint csak két részletbe engedte föltölteni a YouTube, de nem tudom, hogy miért. Szerencsére azóta ilyet dolog nem történt, de akkor is, akkor zavart. Most nézzétek meg, már megint ugat, és a szőre is szürke. Te kutya! Talán azért ugat, mert itt a saját nyakkendős képét látja. Na, megnézzük. Ez nagyon aranyos ez a videó. Hol a nyakkendőd? Vedd fel a nyakkendődet! Na, haladjunk tovább, mert sose lesz vége. Egy jó kis lámpa. Az elemes. Ott van fönt. Talán rá tudok zoomolni. Igen, rá tudok zoomolni. Azóta is működik. Párszor be volt kapcsolva. Olyan nagyon sokszor nem. Újabb Dolorinas videó. És itt pedig már a Kánról vannak rövid videók, mert ugye szeptemberben idén is ellátogattunk a Kánra, de mivel már előző évről volt róla hosszabb nagy videó, ezért csak ezeket a rövid videókat töltöttem föl, abból jó sokat, mert nagyon szeretjük a Kánt, és nagyon szeretjük az állatokat. És amint azt látjátok, a Kán után én még elmentem a Yamahával egyet csapatni. Na, sziasztok! Nem akartam videót csinálni, de sikerült elvágódnom ezzel a szegény csapatos Yamahával az erdőben, úgyhogy levidehozom nektek, hogy mi történt. Na, így néz ki szegény motor az esés után. Én meg ide levágottam a földre, de szerencsére nem lett semmi bajom, nem jöttem túl gyorsan. Úgy látom, a cselhányónak annak leszeretek. A motor az előbb még ment, most leállt, most leállítom, aztán megyek tovább. Hát jó, a motor legalább működik, semmi baja nem lett, szerencsére nekem se. Ez a megint sárhányú eszélyet kell majd egy újat lennem. Köszönöm, hogy megnéztétek, sziasztok! És akkor jött ugye egy hosszabb videó Bunker Túra címen, vagy egy kis Bunker Túra címen. Ugye ez annak a csapatásnak az eredménye volt. Aztán utána újabb legós vonal, mert éppen találtam ezt a kis olcsó legó autót a Penny Marketbe. A Loki táncol, méghozzá gallérrel a fején, ami majd nagy Lokis videóba lesz. Dolorines videó, már a 12. Úristen, mennyi lesz ebből, mire elkészül. A Switch, amit megint csak két részletbe engedett föltölteni. A Switch az azóta is megvan, köszönjük, jól van. Ma reggel is használtam. Switches vonalon maradva vettem hozzá a GTA-t, meg a Tokot. És akkor Rius vonalra rátérve, az idei utolsó Rius videó, meg úgy összesen a második Rius videó, ahol szintén szerelgetem, meg közben meg is döglött szegény, azóta is döglötten áll a garázsba, de erről láthattatok az egyik korábbi videóban. Akkor itt a farkinca kergetés. Ezt megnézzük, mert ezt annyira sokan nem néztétek meg. De szerintem tök cuki, hogy kergeti a farkincáját, és majdnem leesett az ágyról. Na. Lapozzunk. Újabb bolhapiaszos Nokiás videó, abból még idénre lesz egy-kettő, mármint tavalyra, attól függ, honnan nézzük. Itt meg a gyors bolhapiacos, hogy megtaláltam azt a gyűrűt a táskába. Hát én nagyon örültem neki, hogy biztos valami jó, drága, értékes gyémánt gyűrű, vagy milyen, hát ezüst volt, de nem volt értékes. Mindegy, a táska legalább ingyen volt. 3220-as a legjobb Nokia. Ahogy látom, nektek is nagyon tetszett, mert 2000-en megnéztétek, 2100-an. Akkor, hát igen, ez egy rövid videó a Lokival, ezt megnézzük, mert éppen fönt tart. Szétrágja a bajosokat. Amikor épp videót akarnál csinálni, de a kutyát fönt tart. Most meg az én kezemet rágja szét. Cuki kutyusz.
Ilyenkor már nagyon cuki, amikor lefekszik aludni. Hello, Loki, hello. Jó van, cukiskodjál magadba. A Bajosok trilógia, az elsőt játszom még mindig, majd utána jött a 2-3. Na még egy malacos, méghozzá itt jön a kis malac. Itt már szegény mambón látszik, hogy vége lesz szegénynek. Két nagy piú malactól, hanem úgy fogadtuk örökbe a Katitot a nyáról. Barna bácsa neve. Úgyhogy ezért lett a harmadik kismalac örökbefogadva, most már csak ketten vannak, ugye, szegény mambó miatt. És elérkeztünk az adventhez, az év egyik legszebb ünnepe az advent, aminél már csak a karácsony szebb, nagy lófaszt, utálom a karácsonyt, na mindegy. Csináltam egy saját egyedi adventi koszorút, mert azt már régóta szerettem volna, de most jutottam el odáig, hogy csináljak is egyet. Megsütöttem egy finom tepertős pogácsát ennek alkalmából, hogy az adventi koszorú jó kis sikerült, akkor biztos a tepertős pogácsa is jó fog sikerülni. És itt a kis karácsonyi fúziás, csapatos, kivilágítós, mindenes videó, ami azt jelenti, hogy elértünk az év végéhez. Nagyon jó. Akkor így, hogy az idei évet kiveséztük, szerintem amúgy egy egész jó év volt. Elég sok jó dolgot sikerült betermelni. Egy pár videó is készült. Na nem mondom, hogy nem készülhetett volna több is, de jó évet zárunk. Három új motor, vagy négy, már meg se tudom számolni mennyi van, legalább tele a garázs. Itt van az új kutya. Hol van? Itt van. Itt van, itt van, itt van, itt van. Itt van, itt van, itt van, itt van, itt van. Bővült a család egy családtaggal. Hát, egyel ugye kiesett szegény mambu. Tudom már hányszor elmondtam ebben a videóban, de hiányzik a kis malaszkám. Na most akkor megnézzük a Barnabást, hogy mi van vele. Mambu helyét ugye ő vette át. Próbálom valahogy mutatni nektek. Itt vannak a kis házban a malackák. Na. Egy szépen, nem tudom mennyire látszanak. Mindjárt váltok a kamerát. Szóval itt van a kis Barnabás. Jaj, szia Barnabás! Ő még nagyon félős. A mambó volt egyébként a legszelidebb. Ez a hisztis, rinyás Berci meg annyira nem szereti, hogyha simogatják. Menekül a Barnabás, menekül. Ő sem olyan szelid. Na, jó van, eltesszük a malacokat. Ezért is sajnálom szegény mambót, mert szelid volt, aranyos volt, ki lehetett venni, meg lehetett simogatni. Gyerek is eljátszott vele, kutyával is eljátszott. Vagy inkább jobban a kutya a malacsal, hagyta magát. Hát, kár érte szegényére. És akkor most is végig szaladtunk minden videón. Így akkor foglalkozunk egy kicsit azzal, hogy mi lesz a jövőben a csatornával. Hát a Dolorines téma az biztos, hogy mindenképpen folytatódni fog, mert azóta is kapom, vagyis kaptam már egy csomagot, úgyhogy januárban valószínűleg az lesz majd az első videó. Vagy motorozós, mert ha ilyen jó idő lesz, és sikerül elvennem, akkor motorozok egyet. De ez a kettő most mindenképpen tervben van. Aztán össze kéne rakni a Ria út, és azzal is kéne kezdeni valamit, mert hát mindig vagy hideg volt, és nem volt kedvem kimenni szerelni, vagy jó idő volt, és nem volt időm kimenni szerelni, tehát az most abban maradt egy kicsit. Aztán emlékeztek még a babettára, amiről az idei évben, vagy a tavalyi évben, mindegy, hogy fogalmazok, nem készült egyáltalán videó. A kettes babettáról, mert ugye az egyesről készült, hát annak ugye elhagytam a csavarját, amit nagyon nehéz pótolni, egyedi csavar, és a nyáron sikerült szereznem helyette egy másikat,
amit nem építettem be, úgyhogy az is elkeveredett, de kettőre nagyobb esély van, hogy a kettőből az egyiket megtalálom, és akkor fogom tudni folytatni a projektet. Aztán még ugye be kéne fejezni a fúriát, már annak karbi problémája van, hiába kapja már a második karbit, nem sikerül beállítanom, de erről majd lesz videó, amint elkészül. Aztán ugye kell egy új sárhány, jó a fehér Yamahára, úgyhogy idén se fogtok videó nélkül maradni. Na de akkor erre a videóra, meg erre az évre ennyit. Köszönöm, hogy velem tartottatok, Isten tartsa meg a jó szokásotokat jövőre is, és kívánok mindannyiótoknak és szeretteiteknek sikerekben gazdag, boldog új 2024-es esztendőt, és a következő videóban találkozunk. Sziasztok! Na meg jó bulizást az estére! Sziasztok!